2023. augusztusában egy körülbelül 6 cm átmérővel rendelkező bronztükör került elő Vukovár közelében. A fénykereső eszköz segítségével megtalált táj hátlapján, a peremhez közel, egy megközelítőleg 27 betűből álló felirat fut körbe, ami 10 különböző alakú írásjegyből áll. A gondolat rögzítésére használt betűk a nyugati török írásrendszerben, elsősorban annak észak-kaukázusi változatában lelhetők fel, melyek közül négy teljesen megegyezik, egy pedig hasonlóságot mutat az avarkorból származó nagyszent kincseken látható rovásbetűk alakjával. A betűk állása azt mutatja, hogy azokat az óramutató járásával ellentétes irányba haladva vésték be. A betűk hangértékének a meghatározása után kapott néhány kifejezés alapján úgy vélem, hogy a szövegtürk nyelvű, melyben a megszemélyesített tükörbeszédét, vagy a tárgyat használó személyhez minden bizonyal egy nőhöz szóló, a kedvese által neki címzett üzenetet olvashatjuk. Például szóba kerül az emberi érzelmeknek az arcon is megjelenő ismérvei, a derűre utaló mosolygás és a vidámság ellentéte, a szomorkodás. A szöveg feloldását nehezíti, hogy kizárólag a mással hangzókat jegyezték le, és némely rovásbetű alakja a felületi korrózió kialakulása miatt nehezen vagy egyáltalán nem azonosítható. Úgy tűnik, hogy a szóközöket jelölték, néhol központozást lehet észlelni, de nem zárható ki, hogy pusztán az oxidáció következtében kialakult anyaghibáról van szó. A szöveg kezdetének vagy éppen a végének és a szóközöknek a meghatározását könnyítheti meg a betűk megfigyelhető torlódása, a méretük csökkenése, valamint az, hogy egy-egy kifejezés lejegyzésének a megkezdésekor a tükröt egy kissé jobban elforgatták. Ez utóbbi jelenség figyelhető meg például a fogancsunál. Az elhangértékű és az előtte álló íves és két mellékvonallal ellátott rovásbetű ugyanabban a sorrendben háromszor is előfordul egymás mellett, amiből arra lehet következtetni, hogy az egy szó vagy annak az első szótagja lehet. A felirat írás történeti jelentőségét növeli, hogy a szövegben lévő rovásbetűk megegyeznek a Kárpát-medence avarkori írásemlékeinek a jelkészletével, illetve hogy a szöveg terjedelmesebb, mint a hazánkban előkerült korabeli, pusztán néhány szavas feliratok. Mindez nagyban hozzájárulhat a máig bizonytalan olvasatú rovásemlékek megfejtéséhez és értelmezéséhez.